Idén sincs szerencséjük a Tolnavár megyei gazdáknak, mivel tavaly az átlagosnál melegebb volt az ősz, melyet egy csapadékos, hűvösebb tavasz követett, ezért most sem a várakozásoknak megfelelően alakult a terméshozam. Az elmúlt fél évben ebben a térségben átlagban 350-400 mm eső esett. Mindez kedvezett a gombabetegségek kialakulásának és elterjedésének. Idén búzából és árpából vetettek a legtöbbet, viszont a tavaszi hideg kedvezőtlenül befolyásolta a kalászok növekedését. Az őszi árpa vetés területe 22.280 hektár területen volt. A betakarításkori adatok szerint 5,5 tonna hozammal zártunk, ami országos átlag, viszont Tolna vármegyéről tudni kell, hogy nagyon jó minőségűek a földek, és ezeken a területeken 6 és 7 tonna között bőven tud az árpa terméshozamot adni, úgyhogy ez az év nagyon negatívan fog zárni a gazdálkodók többségének. Tudni kell, hogy ennek oka nagyrészt ugye az időjárás. A sok csapadék miatt a legtöbb gazdálkodó nem tudott időben rámenni a táblákra, hogy a szükséges védekezéseket megtehesse a gombás betegségekkel szemben. A búza betakarításánál is hasonlóan kedvezőtlen eredményekről számoltak be a gazdák. Egyedül a repce esetében jobb valamivel a helyzet. A termőterületek átalakulása, a vetésszerkezet átalakulásának az egyik oka ugye az időjárás, az, hogy az elmúlt két évben aszályos időszakokat éltünk meg, és a gazdák szívesebben nyúlnak oda-vissza, hogy melyek azok a növények, amiket biztonságosabban tudnak termeszteni, és ezek az őszi gabonáink, mert ugye ezek már a kritikus asszályos időszakra lekerülnek a termőterületekről, tehát biztosabb hozamot tudtak biztosítani. De a terményárakkal sem lehetnek elégedettek a gazdák. Nagyon kiszámíthatatlan a piac, ugyanis azok napi szinten ingadoznak több ezer forinttal, sok esetben nem is tudják értékesíteni terményüket, mert nem kell a kereskedőknek. Az alacsony terméshozamok, magas inputanyag, gázolajárak és munkabérköltségek az idei évben sok gazdaságnak veszteséget eredményezhetnek.